ez a zene teljesen kikészít, nagyon para, viszont hát muszáj lesz végighallgatni, ugyanis egy új játékkal érkeztem nektek, ez pedig nem más, mint a Baby in Yellow, azaz a baba sárgában. Ahogy az eddigi videók is, ezeket is szeretném feliratozni, úristen, mi ez a zene, te jó ég, hogy mindenkinek érthető legyen, angol, magyar egyaránt látható lesz, hogyha minden igaz. Ez a sutogós zene egyébként engem kikészített, szerintem ennél parább nincsen. Az utóbbi időben nagyon rákaptam amúgy a horror játékokra, és Dávid ajánlotta ezt a játékot már nem tudom mióta, szóval itt az idő, hogy kipróbáljam. Tehát itt azt írja, hogy egy este a babysitter azt mondja, hogy itt az idő lefeküdni, aludni, mire a gyerek azt mondja, hogy ez az, amire gondoltál? Hát igen, arra gondoltam, hogy itt az idő takarodni az ágyba és aludjál, gyerek. Hát már késő van, ne maradjál már fenn. Azt mondja, hogy titkok. Big head mode. Húha. Baba sárgában, szia baba. Azt mondja, hogy az éjszaka első napja meg kell etetni a babát, és vegyük ki a bottle-t a hűtőszekrényből. Szia baba, amúgy nagyon cuki vagy meg minden, de nem nagyon szeretnék hátat fordítani neked, hát mindegy, hol van a hűtő, ez a mosdó. Egyébként ugyanolyan vibe-on van, mint amikor játszottunk azokkal a szimulátorokkal, azt hiszem a, nem is tudom már mi volt a neve, mindegy, majd ha eszembe jut, szóval itt a hűtő. Kinyitjuk, és ezt kell elővenni, és meg kell etetni ezt a drága gyermeket, tessék. Feed baby. Azt az eget, de parán mosolyogsz, ez normális? Azt mondja, hogy cseréljük ki a pelenkáját, és vigyük a babát oda. Nagyon kedves vagy. Hova vigyük? Hova kell vinni? Ide? Mi, ez az? Aha, ez az. És akkor itt le kell rakni? Pick up? Nem, hova kell rakni? Hol van az csere? Itt van a changing mat. Ó, összekevertem, ne haragudj, tessék. Ne, ne fog esni. Mi csináljak? Get new. Mi? De azt honnan szedjem ki? Ez a pelus. Hogy került oda? Nem bírom! Hogy kerültél ide? Miért nézel így rám? Rakjuk ágyba a babát. Ne szórakozzál már velem! Na, tessék, most már elég volt, jó? Tehát, hogy menjél már aludni! Hogy lehet így viselkedni? Miért teleportáltál el? Oké. Szerintem ide kell berakni. Menjél oda aludni. Befele! Nem biztos, hogy magamra kéne zárni az ajtót. Úristen, de parán néz. És hogyha teljesen elnézek? Jó, még ott van. Oké, és akkor mit kell most csinálni? Storybook azt mondja, hogy a herceg és a macska. Micsoda történet. Üljek le. Biztos, hogy én ezt szeretném mesélni neki? Okay. Oké. Ott van a lába. 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 Ott van a lába.
flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. Valaki mesélne, nem tudom. Yes, but the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. Jaj. He dug up flowers, grabbed the hedges and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. For fun? The cat watched on in fear. Szegény cica. What a mistake I made. The cat cried out. I should never have brought him here. Oh, okay. Szegény cica szomorú. Hagyd el a szobát. Ja, már elalulsz szerencsére. Ja, jó, oké. Oké, és akkor most menjek tévézni? Tehát azt mondja, hogy menjek tévézni. Rendben, hát én elmegyek tévézni. Nem lesz itt gond, hol a tévé? Itt a tévé. Reméljük, hogy a gyerek fennmarad. Amúgy... Run. Cica. Mi? Hide. Hide? És mi van? Még van cica, volt cica. Ezeket a cicákat össze kellett... Nem csuktam be a hűtőt. Run és hide. Hello! Miért kéne futnom és mindegy elmenekülnöm? Nem tudok... Aha. Nem lesz ez jó, tehát az a baj, hogy meg fogok ijedni, és én ezt nem bírom. El fogok álmosodni? De hát nincs is semmi műsor a tévében.
Oké. Menjünk a babához, biztos... Mi? Nem akarok oda menni, meg fogok ijedni! Azt az eget! Hol a gyerek? Hol van? Micsoda? Ott egy kulcs! Persze a padlásra felment a gyerek, nem? Hát hogyne, nekünk is ide fel kell menni. Nem akarok ide jönni! Aj, ne! Mi ez? Úram, atyám, ez micsoda? Mik ezek? Befejezetlen a kép. Falfirkák, mi fejezzem be, vagy most mi lesz? Nem, nekem ez nem. Tehát, hogy én ezt nem szeretném. Nagyon sír a gyerek. Mindegy, elhúzok innen. Köszönöm szépen. Na, lefele menjél le. Köszönöm. Ki tudjuk nyitni? De hogy kell oda menni? Rakjuk ágyba a gyereket. Snow. A curiosity in July. Following such a sweet spring. Itt egy cicam, egy felveszem. I started when I took this job. But I was not the first. Nem én voltam az első. They are with me. Velem vannak. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. Mi? We spoke of Haster and Casilda in their absence. While outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes. Clear as crystal. Understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. Rosszabb a halálnál! Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle. And there was only God to cry to now. Mi a fene? Okay, run! De nem akarok én nem tudom most mi csinálja. Ott van benne a gyerek, bezárta magát a szobába, hát hogy szedem én onnan ki, ez micsoda? Te itt sírsz, normális vagy? Mi csinálják, vigyem az ágyba? Persze rossz gyerek voltál! Mit csináltál? Miért jöttél kifele? Kiteleportáltál, normális vagy? Gyerünk vissza az ágyba. Mit csináljak veled? Micsoda? Megfelelő plusz. Szegények mind szomorúak, ez lesz a plusz, nem? Tessék. Á! Normális vagy? Húzd már innen a macskát. Nem? A macska nem akar? Kellette ki a cica. Jó, és most? Akkor én innen elmegyek. Köszönöm. Na. Ez mi? Mindegy. Csillezek. Hú! Mi volt ez az ajtónyitás? Ez félelmetes, jó? Tehát, hogy ez félelmetes játék nagyon. Mi? Mi? Ez volt az első éjszaka. Én többet ide nem jönnék. Tehát, hogy én így felmondok. Köszönöm szépen, itt nekem így ennyi elég volt, jó? Na, meg kell etetni a bébi. De hol van a bébi? Mindegy, megetetjük. Tessék. Jézusom! Mi? Find a battle. Akkor ezt... Tessék, fogok egy tojást. Micsoda? Bezárt ide? Mi a fene? Find a battle. Nem értem. Van gomba, sajt, egy kis pik. Mi ez? Visszadobtam rá. Mi ez? Mi? Mi? Szórakozik vele. Most mi csináljak akkor? Jó, akkor csinálok szendvicset. Zabáljad meg! Tessék, rakunk bele jó sok hagymát. Jaj, felét lejtettem. Bár nem hiszem, hogy egy baba elhet ilyen szendvicset, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik. Jó kis szendvics hagymával, meg minden. Belerakjuk a nyers tojást. Azaz, finom lesz. Na, most már kiengedsz, tessék.
Ki enné meg ezt a szendvicset, írjátok a kommentbe, én biztos nem. Ó, amúgy lehet, hogy itt van a battle. Hát erre nem is gondoltam. Ez mi? Cica? Hide. Hide! Köszönöm szépen. És akkor hogy tudok kimenni? Nem tudok kimenni. Ó, itt alul még vannak. Itt van. Most már mehetek? Köszönöm szépen. Szia, baba! Mit csináltál? Normális vagy? Na, gyere! Megint. Összepiszkította magát, amúgy nagyon parán néz ki. Még ott van. Rossz kedvű! Add ide! Ne! Elmegy! Elmegy! Gyere ide, pelenka! Mi? Hol van? Nem tudom, hogy hol van a... Itt van! Gyere ide, pelenka! Atya... Úristen! Na, gyere ide! Hol van már? Oké, ez a szülők szobája. Azt az eget! És ez mi? Emergency break? Most akkor mi van? Run! Toybox fel lett oldva. De először... Jó, és most mit csinál? Balloon vagy mi? Jó, mindegy. Gyere, baba! Gyere! Most mit csináljak? Vigyük ágyba megint ennyit... Ennyit kell csinálni? Megint megcsinálja ezt, akkor meg fog állni a szívem. Nagyon rossz gyerek voltál. Menj oda! Rossz gyerek vagy! Mit csináljak? Storybook, tessék. Leülünk, olvasunk neki. Úristen! A herceg és a nyúl. Szegény nyúl. Nem úgy néz ki, mint aki nagyon örül annak, hogy a herceggel közös történetbe foglalják. When the rabbit came to visit, the prince said, time to play. Itt az ide játszani. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. Okay. The prince ran right behind her and screamed, she must be stopped. Júj. Nem tetszik neki. Oké. Szegény nyúl nem akar menni. Tessék. Tovább olvasunk, jó? Bár nagyon nincs kedvem itt lenni, de hát muszáj. Through dark corridors he chased. Nagyon jól megcsinálták egyébként, tetszik. Hop, hop, hop. Relentless futile flight. Hop, hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. Szegény úszika. The prince couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. Mm-hmm. The prince cried out, I need new friends. More, now, another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother. Hol vannak a szülei? Miért nekem kell erre a gyerekre vigyázni? Ez nem is gyerek. Szegények, milyen rossz kedvük van, és aludt. Akkor én kimennék innen, köszi. Atya. Atya ég. Nézzünk megint egy kis tévét. Ez micsoda? Ó, ez egy toaster. És ez mi volt? Mit dobott oda? Oké. Okay. Ó, ja, hogy a table-re kell rakni. Az asztalra kell rakni. De ez nem az az asztal. Milyen asztalra kell ezt rakni? Na, ez csukjuk be, jó? Arra az asztalra? Lehet, hogy ez az? Ja nem, végre nem. Jó asztalra tettem, végre nézzünk tévét, köszönöm szépen. Húha! Tévénézés közben miért van az, hogy mindig elálmosodik? Ennyi volt! Hú, szerencsére nem történt azért olyan sok dolog. Na, hát jön a harmadik éjszaka. A Sitter azt mondja, hogy jó éjszakát, aludj szépeket, mire a gyermek? Megmutatom az álmaimat. Hú, nem biztos, hogy én az ő álmaira amúgy kíváncsi vagyok, sőt, egyáltalán nem vagyok rá kíváncsi. Hol a gyerek? Hol a gyerek? Nem, nem, fel kell menni. Ott a gyerek.
Az ott egy szellem, aki... mi volt az ott? Te jó ég! Csak random ajtónyitogatásnak élek. Ez mi a... Szegényke, de sajnálok. Oké, tehát valamit ennünk kell. Hova lett a toaster? Együnk valamit. Oké. Hol van a toaster? Ja, ez az? Aha. Töltsük meg. Ja. Rakjunk rá egy kis husikát. Meg hagymácskát. Meg sajtocskát. Meg paradicsomot is rakjunk rá. Meg rakjunk rá ilyen ubit. Ez mi? De ne jöjjön be senki, jó? Meg egy kis gombát is rakunk. Rakunk rá. Meg mondjuk még sajtot. Oké. Menj már innen. Na. Most hova lehet... Etessük meg. És mivel etessük meg? Feed me. Mi volt ez? Mi történik? De hogy etessem meg? Ez a hűtő... Miért néz így ki? Mi a... Hiha. Itt erre fény van. Oké, itt ez a hűtő, ez nem volt jó. Mi történik egyébként? Ott van, őt kell megetetni? Nem? Nem őt, őt? Szia, baba! Tök jó, teljesen rendben vagy. Jó van. Miért vágtál ilyen fejet? Kérlek, ezt a zenét, ezt fejezzük be. Nem akarok oda nézni. Jól számítottam rá. Mi van? Break? Hol van? Mit kell? Mi a... Hol? Várjatok! Mit kell csinálni? Upstairs? És hogy megyek oda fel? Kell neki a cumi? Á, de ide jövünk! Köszi! Mi? Menj már innen! De ide kell jönni! Oké, hova? Hol van a baby? Gyere, baba! Mi van? Micsoda? Gyorsan, aludni. Á, nem! Mi? Oké, szegény bárány. Atya! Atya! Ég! Nem a story time? Akkor mit csináljak vele? Mit csináljak? Mit kell csinálni? Yes! Oké, és most? Most megfogjuk a bárányt. És így jó? Oké, így rendben voltunk, jó. Szegény bárány, én nem is tudom, hogy neki milyen sztoria lesz a herceggel. It was cold throughout the palace. Oké. The moon shone bright outside. The wind, it blew and blew. Oh no. Oh no. The curtains flew open wide. The little prince was in his bed. Ez a játék brutál amúgy, nagyon tetszik. Nagyon jó.
So he called out for his mother, "Please go and find my sheep." Kérlek, keresd meg a sípet. Mi I'm ez? Thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. Oh. I'm dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. Szegény. I'm tired, said the prince. Let me count you. One, hagyd számoljak. Two, ja, mert hogy bárányokat számolunk. Aha. Just one more thing, said the prince. Before I drift to sleep. Mi? He opened up his big red eyes. Mi? And turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Azt az eget. Stay forever in my head. Ah! Atya ég. Obediently, the sheep stepped forth. Its mind consumed by dread. Jó, de jó volt. Először a bal, aztán jobb fülemből, utána közül mind a kettőbe hallottam. Mit csinálok? Mi van? Oh, azt az eget. Good night. Jó éjszakát. Teljesítettem a bárány sztorit. Többet most, egy másikat. Lépjek be. Akkor ide kell mennem. Logged. Neon suttognak. Don't go upstairs. Mit csináljak? Akkor most menjek fel. Jó, ott felmegyek. Kövessem a fehér nyuszit, hol van? Ide? Ja, hogy nem kellett volna felmennem, és akkor ezt elrontottam, de... De mi van írva? Oké. Biztos, hogy a fehér nyuszi amúgy segíteni akar nekünk. Hát majd meglátjuk, hogy most itt mi lesz. Meg sem bírok mozdulni. Hűha. Mi van? De nem értem, hát miért nem mehettem volna fel? Ja, hogy nem lett meg. Ó, oh, oké. Okay. Érdekes. Akkor szerintem ez úgy van, hogy többféle kijátszása van, nem? De ezt írjátok meg nekem kommentben, mert biztos sokatok már kijátszott, és ezt jobban tudja. Én arra tudok következtetni, hogy többféle vég, meg többféle verzió van, de ezt mondom, írjátok inkább meg ti. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Nekem nagyon-nagyon tetszett a játék, nagyon izgalmas volt. Nem sokára érkezem a következő részekkel, ugyanis a kalandunk itt még nem ért vége, mert még folytatódik, és elég keszekusza annyit el tudok eddig mondani. Nagyon durván. Írjátok meg nekem kommentben, hogy nektek hogy tetszett a játék, illetve játszottatok-e már vele, és hogyha nem, akkor tervezitek-e ezek után. Én egyébként tudom ajánlani, viszont aki nem annyira szereti a horror játékokat, vagy félősnek tartja magát, hát annak azt mondom, hogy egy kicsit szedje össze a bátorságát. A sztorira nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak még ki belőle. Illetve, hogyha tetszett a videó, akkor megköszönném, hogyha nyomnátok rá egy lájkot. És ne felejtsétek el, hogy március 23-án találkozhatunk személyesen is a Lurdi házban. Ezzel kapcsolatban jegyek kaphatók már. Ennek a videónak a leírásában megtaláljátok a linket, ami elvezet ugye a jegy.hu oldalra, ahol a jegyeket meg tudjátok venni, és szét tudtok nézni, meg tudjátok nézni, milyen programok várhatók majd ugye március 23-án. Ezen kívül pedig rögzített kommentben is megtaláljátok ezt a linket. Szóval remélem, hogy sokatokkal személyesen is fogunk találkozni. Na most már túl sokat suttogtak itt az idő, hogy lelépjek. Sziasztok!